Oroszország és az Egyesült Államok rendelkezik a világ nukleáris fegyvereinek 90%-ával, egy teljes körű atomháború pedig könnyen a kihalás szélére sodorná az emberiséget, nem csak a kezdeti halálesetek, hanem egy úgynevezett nukleáris tél bekövetkezte miatt. Az amerikai és orosz arzenál 30-40%-át kisebb bombák teszik ki, amelyek hatótávolsága szárazföldön kevesebb, mint 500 km. Ezek a fegyverek pusztító hatást gyakorolnának a robbanási zóna közelében, de nem hoznán létre a legrosszabb globális nukleáris apokalipszist. Különféle típusú és méretű atomfegyverek léteznek, de a modern bombák hasadási reakció kiváltásával kezdődnek. A maghasadás révén atomenergia termelhető, vagy nukleáris fegyverekben robbantás céljára is felhasználható. Mindkét alkalmazás alapja az, hogy bizonyos anyagok szabad neutronnal való ütközés hatására maghasadást szenvednek, ugyanakkor a hasadás során belőlük szabad neutronok keletkeznek. Ez önfenntartó láncreakciót hoz létre, melynek segítségével atomreaktorban szabályozott energiafelszabadulás, atomfegyverben viszont nagyon gyors, ellenőrizetlen reakció megy végbe. Az ebből eredő hasadási robbanás pusztító, mert nem is olyan régen 1945-ben 15 kilotonna erővel semmisítették meg Hiroshimát és Nagasakit. Sok modern fegyver azonban képes még nagyobb sebzést okozni, mert például a termonukleáris vagy hidrogénbombák a kezdeti hasadási reakció erejét használják fel, és ez a fúziós reakció még több neutront indít el, amelyek több hasadást hoznak létre. Egy 2007-es jelentés szerint egy 15 kilotonnás atomfegyver, amely akkora, mint a hiroshimai és a nagasaki bombák, azonnal megölni az emberek mintegy 50%-át a detonáció 3,2 km-es körzetében. A legtöbb épület a detonáció 1 km-es körzetében ledőlne vagy súlyosan megsérülne, a haláleseteket tüzek, intenzív sugárterhelés és más halálos sérülések okoznák, legtöbben összeomlott épületek vagy repülőrepeszek okozta sérülésekbe halnának bele. Kevés segítség lenne a túlélőknek a robbantási terület közelében, mivel az utak és a vasúti sínek megsemmisülnek, a kórházak ledőlnek, a robbantási zónában pedig az orvosok, ápolónők és elsősegélynyújtók meghaltak vagy súlyosan megsérültek. A halál tűzvihar által is érheti az embereket, mert a robbanási zóna domborzatától függően a kezdeti robbanás okozta tüzek egyesülhetnek, a hiroshimai robbantás után például 11,4 négyzetkilométeren 4,4 négyzetkilométert borított be ilyen tűzvihar. A sugárzás, a nukleáris robbanás másodlagos és sokkal alattomosabb következménye, a Vörös Kereszt adatai szerint a sugárzásnak kitett emberek leukémiás aránya 4-5-szöröse volt a robbanást követő első 10-15 évben. Bár egy-két nukleáris robbanásnak nincs globális hatása, mindössze 100 akkora atombomba ledobása, mint amekkorát Hiroshimára dobtak 1945-ben, a globális hőmérsékletet az 1300-tól 1850-ig tartó jégkorszak hőmérséklete alá csökkenteni. Egy ilyen hirtelen lehűlés hatással lenne a mezőgazdaságra és az élelmiszerellátásra, mert például az akkori jégkorszak terméskiesést és éhínséget okozott, és akkor a globális népesség csak kevesebb, mint egy hetede volt a mainak. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!